A közel 40 éves Forrás Néptánc Együttes Mestermunka című előadását láthatta az, aki ellátogatott a Déri Név Fesztivál második napjára. A Sátoralja Újhelyi Völgyszínház megtelt nem csak néptánc kedvelőkkel, hanem olyan fiatalokkal is, akik közel érzik magukat a színház világához. A Déri Név program támogatásával létrejött darabban az autentikus folklór, a néptánc, a népviseletek és maga az előadás igazi színházi élményt nyújtottak. Szigetvári József, a Forrás Néptánc Együttes művészeti vezetője elmondta, hogy bár számos fellépésük volt már az ország különböző pontjain, izgalommal várták az estét. Szerintem a táncosok is most kezdik el igazából felfogni, bár tényleg mozgolódunk ilyen színházi közegben. Talán 5 perccel ezelőtt mondtam nekik, hogy most akkor átlépünk egy határvonalat, mert bár nagyon sokat járjuk az országot a Déri Név program keretében színházi előadásokkal, de ez egy színházi fesztivál, színházi közeg, látom, kik érkeznek a nézők közé. Megmondom őszintén, én 30 éve nem izgultam forrásos előadás alkalmával, most egy kicsikét kivert a víz. Ez a felnőtté válás küszöbe, ez egy kicsikét olyan, mint amikor valaki az anyagkönyvező előtt kimondja, hogy igen, és az élete onnantól kezdve egészen más. Nekünk ez egy ilyen nagyon sorsfordító állapot, hogy egy színházi fesztiválon lehetünk itt Sátoralja Újhelyen. A művészeti vezető szerint a Mestermunka című előadásban és Gyula a Puszták Népe című előadásnak, valamint a koreográfusok mestermunkájának összessége találkozik. Vannak azok a mesterek, akik egész életünkben attól lesznek mesterek, hogy a helyes útról soha nem térnek rá, akkor sem, hogyha problémák, bajok és kihívások elé állnak, akkor is megmaradnak szálfa egyenes életmestereknek, és ezek az emberek a szakmájukban is mesterek, akár cselédként, akár mesteremberként, alázatossággal, odaadásukkal mutatnak példát a közvetlen környezetüknek. És a fiatal koreográfusok is egyébként mesterek, mert nem is fiatalok, mert a koreográfusoktól azt kértük, ezek már akár idősebbek, hogy ahogy a paraszti életben és a mesterség világában a fiataloknak le kellett tenni egy remeket, amivel igazolt, hogy ő abban a szakmában megvalósult, és alkalmas arra a szakmára, idősebb korukban a mesteremberek összegezni szokták a saját életüket, a szakmájukat, és letesznek még egy remeket, amivel összegzik. Most a koreográfusokat azt kértük, hogy ilyen összegző remekeket készítsen koreográfiaként, és az a hármas egység adja azt, hogy mestermunka. A Mestermunka című előadás 2022-ben készült el, így már a 80. előadáson van túl a Forrás Néptánc Együttes. Az előadásban a Tarsoly Népzenekar, Zsikó Zsuzsanna, Junior Prima díjas népdalénekes és Benkő Péter színművész működött közre.